Európában tárgyal az amerikai külügyminiszter. Hétfőn az iszlám állam elleni nemzetközi koalíció képviselőivel találkozott, kedden pedig a G20 csoport külügyminisztereivel tanácskozik. A hétfői római értekezletnek nem vendége, hanem részben házigazdája volt. 83 ország diplomatáit fogadta az olasz külügyminiszterrel közösen. Arról tárgyaltak, hogyan akadályozhatnák meg, hogy az iszlám állam terrorszervezet újra szerveződjön. Anthony Blinken arra figyelmeztetett, hogy az iszlám állam özvegyei és árvái nem maradhatnak örök életükre szíriai menekültáborokban, a bebörtönzött zsoldosokat pedig vissza kell engedni hazájukba, és ott vagy el kell ítélni, vagy rehabilitálni kell őket. Az Euronews tudósítója arról beszél, hogy Washington számára Olaszország stratégiai NATO partner, miközben a líbiai béketeremtésben és az egész mediterrán térség biztonságát tekintve is fontos szövetséges. Ami az iszlám állam elleni koalíciót illeti, annak minden tagja az írmagját is ki akarja írtani ennek a terrorszervezetnek, és segítene újraindítani az életet Irak és Szíria felszabadított részein. A G20 csoport matérai találkozóján az iszlám állam afrikai terjeszkedése lesz központi téma. Az amerikai külügyminiszter is ott lesz. George Orlandi, Euronews, Róma.